hétvégi mérkőzés ugye a... Elsőként a Szolnok elleni döntetlennel zárult mérkőzést értékelte Dobos Barna, a Dunajváros Pasa labdarúgó csapatának vezető edzője az együttes sajtótájékoztatóján. A szakember pozitívumokat és negatívumokat egyaránt kiemelt összegzésében. Még ha meglepő is, bár nem a mérkőzés után, szerintem azért van egy hiányérzetünk, hiszen nagyon közel álltunk a győzelemhez. A helyzeteink is megvoltak ehhez, mondtam azt az ígyszereink, de sajnos nem tudtuk most ezeket kihasználni, de mint ahogy nyilatkoztam, nagyon biztató, hogy több helyzetünk volt, mint az eddigi mérkőzéseken. Egyértelműen mi veszélyesek voltunk az ellenfél kapujára, még hogyha ezt 10 ember ellen is tettük meg. Hozzátette, elkerülhető gólt kaptak a Szolnok ellen, ám ennek ellenére védekezésük egyre jobban összeáll. Céljuk, hogy a hátralevő mérkőzéseken a támadójátékukat is fejleszék, és többet birtokolják a labdát. A vezetőedző a következő, Csákvár elleni idegenbeli találkozóról is beszélt az eseményen. A csapat összetételéből adódóan mindig mondhatom, hogy nem vagyunk a mérkőzésnek az esélyesei. Attól függetlenül ugyanúgy, mint az eddigi találkozókon, remélem meg fogunk tenni, és pontokat szeretnénk szerezni, ugyanúgy most idegenben is. Így, ahogy mondod, nagyon előkelő helyen áll a Csákvár, illetve a hazai pályán nagyon jól szerepel. Hát adva van a feladat, hogy ismét tudjunk egy meglepetést okozni, bízunk benne, hogy ez sikerül. A Dunajváros Pasa labdarúgó csapata jelenleg a bajnokság 13. helyén áll, míg szombati ellenfelük a 6. helyet foglalja el a tabellán. A mérkőzés szombaton este 7 órakor kezdődik Csákváron.